180 millió forintot nyert vásáros nemény a helyi fiatalok segítésére. Az Esély Otthon elnevezésű programra országos szinten 11 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 66 települést támogat a kormányzat. A támogatásból vásáros neményben egyéb programok mellett olyan lakásokat alakítanak ki, ahová fiatal párok vagy családok költözhetnek be. 16 főt érint Vásárosnaményben a Gólyafészek elnevezésű projekt. A cél, hogy a településről leszármazott fiatalok hazatérjenek, illetve az ott élők is helyben maradjanak, ahelyett, hogy elköltöznének a településről. 5 lakást alakítanak ki, további 3, már meglévőt pedig felújítanak azért, hogy fiatal párok vagy családok vehessék igénybe pár évig. A Gólyafészek projekt része annak az országos programnak, amiben a szülőföldjükről leszármazott 18 és 35 év közötti fiatalokat hívnák haza, illetve az ott élőket segítenék. Novák Katalin, család és ifjúságügyet felelős államtitkár azt mondta, összesen 11 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 66 települést támogatnak. Azért indítottuk el ezt az Esély Otthon programot, mert szeretnénk, hogyha a vidéki Magyarország minél vonzóbb lenne a fiatalok számára, azoknak a fiataloknak is, akik ott élnek most is, és valahol vidéken születtek, vidékről származnak, ott él a családjuk, ez az ő számukra is legyen vonzó ott maradni, legyen perspektíva az ott maradásban, és azoknak is, akik elmentek ugyan, mert máshol tanultak, vagy máshol próbáltak szerencsét, máshol vállaltak munkát, azok is visszamenjenek a saját szülőföldjükre, a saját településükre, vagy éppen nem is feltétlenül a sajátjukra, hanem keressenek egy olyan területet a vidéki Magyarországon, ahol megtalálják a boldogulásukat. Az otthon és munkahelyteremtés mellett a közösségteremtést is támogatja a pályázat. Azok tudnak ezen a pályázaton részt venni, akik támogatottként a munka és az otthon biztosítása fejében hajlandók építeni a helyi közösséget is. A programban 50 és 200 millió forint közötti támogatást kapnak a települések. Az Esély Otthon elnevezésű projektre eredetileg 10 milliárd forintot szánt a kormány, de a nagy érdeklődés miatt ezt további 1 milliárd forinttal megemelték. Köszöntöm a stúdióban Filip Sándort, Vásárosnemény polgármesterét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tiszteltel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Miért tartották fontosnak, hogy erre a pályázatra benyújtsa Vásárosnemény a jelentkezését? Mennyire sújtotta az elvándorlás Vásárosnemény? Ugye Vásárosnemény a berek szíve, igyekszik az elmúlt időben odafigyelni a pályázatokra, és elsősorban nem azt szeretnénk, hogy mi alkalmazkodunk a pályázatokhoz, hanem mi találjuk meg azokat a pályázatokat, amelyek fontosak a térség, a város szemszögéből. Épp ezért a Gólyafészek a Vásárosnemény fiatalok helyben maradásáért az Esély Otthon projekt azért volt számunkra fontos, mert érzünk egyfajta megfordulást, egyfajta visszarendeződést a dolgokban. Magam is meg tudnék nevezni most már 6-10 olyan fiatalt, aki külföldről hazatért, jól képzett fiatalok, és úgy gondolták, hogy nem feltétlenül ott kell leélni az életüket, hanem térnek vissza a városba, a berek szívébe, a fészekbe, ahonnan indultak. Egyfajta lokálpatriotizmusnak tűnik ez az elmélet, de mégis fontos, mert hogyha valaki ott próbál meg maradandót alkotni, ahol született, ha azon a településen akarja a gyermekeit fölnevelni, akkor ez mindenképpen egy térségnek a megerősödését, és a városnak és a beregi szatmári térségnek a jövendőbeli gazdagodását is alá fogja majd támasztani. Ezért volt fontos ez a projekt, mert ezek a fiatalok lehet, hogy csak 16 számszerűen, akik a lakhatást kapnak majd, de több mint 200-an különböző kompetenciákra tehetnek majd szert, olyan életpálya tervezési kompetenciákra, amelyek segítik majd a gazdaságban, esetlegesen a mezőgazdaságban, a turisztikai vonalon történő elhelyezkedésüket, és ezáltal a településen maradásukat. Lesz-e megfelelő munkájuk, hiszen jól képzett fiatalokról beszélünk, fontos nekik, hogy olyan munkájuk legyen, amivel egyrészt anyagilag meg tudják alapozni a jövőjüket, másrészt olyan értelmes munkát találjanak, amiben jól érzik magukat. Mindenképpen lesz, elsősorban ugye a vállalkozási szférában próbálnak majd elhelyezkedni, de azt is látom, hogy ahogy tréfásan szoktam mondani, ahol az M3-as autópálya véget ér, Vásárosnemény ott kezdődik, elég, hogyha az adott feldolgozóra gondolunk, közel 300 fiatalnak ad munkát, vagy a Swissklónógyára, amely 120 embernek ad munkát, ugyanakkor a bőrvényruhagyár, amely épp a hétvégén hallottam a hírt, hogy megújult, új tulajdonosa van, több mint 580 embernek ad munkát. Épp ezért a fiatalok, hogyha megpróbálnak magasabb szinten képzettségre szert tenni, akkor az ottani vállalkozások, cégek, gondolhatok itt olyanokra, amelyek már régóta a városban tevékenykednek, a NAFEM, vagy az Eastern Kft., vagy a Frontalit Kft. Várja a szakembereket. Megfelelő kompetenciát
kompetenciák, megfelelő szakmai készségek, és ezáltal a megélhetésük biztosítva lesz. Mindenképpen fontos vásárosnemény élhetőségét tovább növelni ahhoz, hogy egyre több fiatal válassza az otthonmaradást, illetve a haza érkezést. Mi az, amit e tekintetben tud nyújtani vásárosnemény? Mindenképpen nagyon fontos, és erről már korábbi műsorokban is beszéltünk, hogy vásárosnemény egy élhető kis település, 9136 lakossal, még pont az a kategória, ahol majdnem mindenki ismer mindenkit, ahol az egyik ember még megmeri szólítani a másikat, akkor is, ha valami pozitív, akkor is, ha valami negatív. Mi szeretnénk abban másot nyújtani, hogy nem csak beszélünk arról, hogy fiatalok gyertek haza, hanem ténylegesen kialakítunk lakhatási körülményeket, biztosítunk munkát és ehhez való fölkészülést is. A program tartalmaz közösségi kapcsolatteremtéseket, illetve közösségek létesítését, illetve közösségekhez való kapcsolódásokat. Mik ezek pontosan? Ugye manapság nagyon divatos az önkéntesség, az idősekre, a rászulókra való odafigyelés, a város megismerhetése másokkal. Várjuk például azt, hogy a nagyobb városi rendezvényeinken, gondolok itt a Zoárd napra, vagy az adventi sokadalom rendezvényünkre, vagy egyéb olyan rendezvény, amely nem minden évben, mondjuk a Beregi ünnepi hét, amikor az önkéntességnek, a városunk színesebb megismerhetésének megnyílnak a lehetőségei, és ezekben a folyamatokban is várnák azt a 200-230 fiatalt, hogy megjelennek, ott vannak, és a kétkezi munkájukkal, a fejükben lévő és a szívükben lévő tudással együtt próbálnak valamit adni majd az ideérkezőknek, ezzel is erősítve a térségnek a kiemelt szerepét. Milyen csatornákon tudják elérni azokat a fiatalokat, akik távol élnek Vásárosnaménytól, és szeretnék megcélozni őket? Ugye a mai modern világban mindenképpen kiemelném az internet szerepét, hiszen most már nem csak a települések, a városok honlapjai a fontosak, hanem a Facebook, az Instagram, tehát minden olyan modern infokommunikációs eszköz, ami elér a fiatalokhoz, hiszen ha azt látjuk, hogy 6-7 éves gyerekeknél már ott van a mobiltelefon, akkor hiszem azt, hogy a 18-20 éves korosztály is megfelelő biztonsággal használja ezen eszközöket. Kiépítettünk éppen az elmúlt héten, jeleztem ezt a városlakók felé, a polgármester postafiókját, ami egy olyan nyilvános Facebook oldal, amire bárki hivatalos bejelentkezéssel jelezhet problémát, felvetést, gondolatot. Esetlegesen, ha pontosan erről a programból szeretne bővebben megtudni valamit, akkor ezt is megteheti, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a városi televíziót és a Kölcsei televíziót is nézzék és hallgassák minél többen. Hosszú távon milyen hatása lehet annak, hogyha a fiatalokat megtartó ereje ilyen módon tud erősödni? Ugye ennek mindenképpen pozitívan kell hatnia az emberekre, hiszen ha valaki visszakerül a gyökerekhez, visszakerül a családjához, ha most a saját példámat említeném, én a középiskolámat is és a főiskola egyetemi végzettségemet is közvetett úton Nyíregyházán szereztem meg, de eszembe nem jutott volna Nyíregyházától messze Budapestre vagy Sopronba elköltözni, nekem megmaradt a szívem csücskének a Vásárosnaményi kisváros, és azt hiszem, hogy ez a település, amely az embernek úgymond adta az életét, megérdemli azt, hogy vissza is adjon valamit, épp ezért a fiatalokat is arra tudjuk ösztönözni, hogy térjenek vissza, maradjanak ott, és mindenkinek, ahol volt, ahol tanult, kialakult egy baráti köre. Megvan a kapcsolatrendszer, és hogyha egyszer valaki eljön a Beregbe, egyszer eljön közénk, az máskor is el fog jönni, és ott lesz, és jól érzi majd magát, mert elmondhatjuk ezt az egész megyéről is, ha egy kicsit nyitunk, hogy ez egy nagyon vendégszerető megye, de nem elegendő valakit ide csalni, hanem annak abból, ami bennünk van, adnunk is kell valamit. Ha pedig mi itt élünk, megtaláltuk a számításainkat, akkor nem esik nehezünkre ezt hírul adni, ezt közvetíteni mások felé, és akkor elérhetjük azt, hogy nem csak a mi fiataljaink térnek haza, Nyíregyházára, Vásárosnaménybe, Fehérgyarmatra, hanem mások is az ország más szegleteiből megkedvelik ezt a vidéket, mert egy szerethető, csendes vidék. Mindemellett itt a projekt során a milliók, milliárdok hírtengerében talán nem is gondolunk arra, hogy azért ennek óriási hatása lehet a lakosság egészségének szempontjából, és a szociális háló is egy kicsit átrajzolódik, akár az idős gondozás. Így van. Tehát nagyon sokan vállaltak eddig is önkéntes munkát odafigyelve az időseinkre, de azt is látjuk, hogy ha egy település, az átlag életkor egy kicsikét visszaszorul, az azt jelenti, hogy
település fiatalabb lesz, energikusabbá válik, energiával telítődnek a fiatalok, ez átragad mindenkire, és én egyre nagyobb örömmel látom azt, hogy jön a tavasz, kezdenek az idősebbek is kimozdulni, sétálnak, nem csak bent ülnek a meleg lakásokban, hanem próbálnak az egészségét, először is néhány lépést tenni, gyalogolni a városban, a fiatalok futnak, kerékpároznak, jön a nyár, indulnak a vizitúrák, tehát azt hiszem, hogy az egészséges életmód felé is nyitunk azzal, hogyha egy településen sok a gyermek, sok a fiatal, mert az egy lökést ad a városnak, és nagyon nagy pozitívum ennek a településnek, hogy 2 évvel ezelőtt fölépítettünk egy bölcsődét. Mindenki féltette a városvezetést attól, hogy egy bölcsőde, hát itt nincsenek bölcső gyerekek, és a bölcsőde teljes létszámmal üzemel, sőt, ezen kormányzati döntések kapcsán több település bölcsőde építésen gondolkodik, tehát valami elindult ebben a megyében, és ez így van jól, és tartson minél tovább. Filip Sándor, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.